Sziasztok! Egy nagyon rövid ideig szeretném csak rabolni most a figyelmeteket, tehát ez nem egy szokványos videó lesz most tőlem. Csak szeretném elmondani a decemberi menetrendet, valamint, hogy a hét elejére terveztem egy hírek Svédországból videót, hogy mi történt ugye novemberben itt, csak hát amint látjátok, erre nem volt időm, és nem ment ki ez a videó, igazából el se tudtam kezdeni, a terve már megvan, de igyekszem bepótolni majd az ünnepek után, mint ahogy azokra a kérdésekre a válasz videókat is, amik érkeztek hozzám e-mailben, üzenetben. Kérdeztetek az autóhonosításról, nyugdíjrendszerről, banki költségekről, hitelekről. Igyekszem majd ezeket a videókat is elkészíteni, csak most a teljes fókusz a december 1-én, azaz pénteken induló karácsonyi vlogmas sorozatunkon van. Igazából most, mivel ez az ünnep közeledik, azt hiszem, hogy mindenki elárasztja, minden youtuber elárasztja a YouTube-ot vlogmeszekkel, tehát én sem akarok kimaradni ebből. Tavaly 4 vlogmeszünk volt, és szerettétek, úgy vettem észre. Idén én nem tudok mindennapos vlogmeszt bevállalni, mert teljes állásban dolgozok, családom van, valamikor pihenni is szeretnék, és én is szeretnék készülni majd az ünnepekre, de heti 2-3 videó azt szerintem mindenféleképpen ki fog menni, mármint a milyen karácsonyi témájú. Terveztünk jó néhány programot, amire majd benneteket is viszünk magunkkal. A gyerekeknek szülinapja lesz, és mi a bulit szeretne a barátnőivel. Matika viszont csak étterembe szeretne elmenni, és talán utána bowlingozni is fogunk. Kinéztük Göteborg szerintem egyik legszuperebb tematikus éttermét, úgyhogy ott fogjuk majd a Matika szülinapját ünnepelni. Fogunk menni karácsonyi vásárba, és akkor így megláthatjátok majd, hogy milyen a svéd karácsonyi vásár. Szeretnénk elmenni korcsolyázni is, valamint a Lisebergbe, ami ilyenkor gyönyörűen föl van díszítve, és varázslatos, csodálatos karácsonyi pompában díszeleg. Aztán szeretném majd megmutatni nektek a karácsonyi fényárban díszelgő Göteborgot, illetve néhány város részét, amit ilyenkor nagyon szépen feldíszítenek, és még egyéb programok, egy kis sütésütés, egy kis vásárlás, egy kis dekoráció, egy kis ez meg az. Remélem, hogy velünk tartotok majd. Nagyon sok kérdés érkezett a legutóbbi ovis videómhoz is. Nagyon-nagyon szuperek vagytok, hálás köszönet érte, és úgy örülök, hogy tetszett nektek ez a videó is, és gondolatébresztő volt, mert ahogy említettem, nagyon sok mindent kérdeztetek még a témával kapcsolatban, úgyhogy biztos, hogy lesz majd ebből második rész is, valamikor az ünnepek után az összes többi videóval együtt bepótolom majd. Nagyjából tehát ez lenne az elkövetkezendő hetek témája, és legközelebb december 1-én pénteken találkozunk, remélem, hogy velünk tartotok. Addig is nagyon szép hetet kívánunk mindenkinek, sziasztok!